A koronavírus válság miatt sok ember vesztette a munkáját, vált elszigetelté, és tűnődik azon, vajon mi fog történni. Az egyértelmű, hogy a világ, amelyet a járvány előtt ismertünk, már eltűnt. A válság meggyengítette a világgazdaságot, megváltoztatta az üzleti életet, és megnövelte az Európai Unió déli és északi része közt a megosztottságot. Milyen az úgynevezett új norma? A Global Conversation vendége Margaritis Kinas, az Európai Bizottság alelnöke. Lássuk, mi történik most. A tagállamok fokozatosan megnyitják a határokat és enyhítik a korlátozó intézkedéseket. Az Európai Bizottság adott néhány pontos ajánlást, de a tagállamokon múlik, hogyan hajtják végre. Tehát sok kiskapu van. Mennyire biztonságos a gazdaság és a schengeni térség határainak megnyitása, és persze a turista szezon megkezdése. Igaza van, amikor azt mondja, hogy a turisztika és utazási ajánlásainkban nem voltunk túl precízek. Nem gondoljuk, hogy a bizottság feladata, hogy Brüsszelből diktáljon. Egy olyan megközelítéssel, hogy mindenkinek ugyanaz a jó, vagy mindenki számára megfelelő dátummal. A turizmus, az utazás és a vendéglátás területének megnyitásakor nincsen helye megkülönböztetésnek, és minden meghozott intézkedésnek iránymutatásainkon kell alapulnia, és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie. Hadd hozzak egy példát. A belső határokon meglévő korlátozásokból a schengeni normalitáshoz való visszatérést semmilyen módon nem szabad felváltani valamilyen regionális mini-schengenekkel, amelyek széttöredezik az egységes piacunkat és diszkriminálják a nem résztvevő tagállamokat. Ezt nem lehet. Épp ellenkezőleg. A bizottság ajánlása szerint az lehet, hogy a hasonló járványügyi adatokkal rendelkező régiók és tagállamok valóban felhasználják ezt a köztes fázist a belső határok korlátozásainak rendezett és megkülönböztetéstől mentes, és mindenekelőtt biztonságos megszüntetésére, ami biztonságos mind az utazók, mind a turisták számára. A válság egyenlőtlen módon sújtotta a kontinenst. A helyreállítási alap kapcsán az északi gazdagabb országok a kölcsönökre koncentrálnak, míg a déli leginkább sújtott szegényebb országok a támogatásokra. Hol marad a szolidaritás? Most nagyon kritikus szakaszban vagyunk, ahol a bizottság a következő 10 napban véglegesíti azt, ami szerintünk a legjobb mód az egyensúly hiányának kezelésére, és ez a helyreállítási kezdeményezés. A helyreállítási kezdeményezés bizonyos jellemzőit pontosan az ön által is említett problémák és hiányosságok kezelésére tervezték. Először is a méret. Nagynak kell lennie. Másodszor azokra a tagállamokra és a gazdasági ágazatokra kell összpontosítani, amik a legtöbbet szenvedtek. Ez nem a megfelelő idő pénzt elszórni mindenféle célkitűzésre. Harmadszor a támogatások és a kölcsönök megfelelő keverékének kell lennie, különösen azért, mert tisztességtelen lenne a déli országokat adósságaik növelésére kényszeríteni. Egy korábbi prioritás volt a migráció, nem annyira van most napirenden. Ön új migrációs egyezményt készít elő. Ha egyszer tisztázunk minden a járvánnyal kapcsolatos kezdeményezést, mint például a helyreállítási tervet, akkor a következő nagy kérdés az EU migrációs és menekültügyi megállapodása lesz. Ez lehetővé teszi a német elnökségnek, hogy a legkorábban kezdje meg a munkáját. Ez júniusban várható? Igen, gondolom ez észszerű elvárás, mert a német elnökség július 1-én kezdődik, és nagyon szeretném, ha a német elnökség ezt a javaslatot ott találná az asztalon a korai szakaszban. Mi lesz benne? Csak mondjon néhány főbb pontot. Some key points. Just give us some. Yeah.
Ezt a paktumot egy ilyen háromszintes épületként képzeljük el, amelynek első emelete egy nagyon erős külső dimenzió, amely lehetővé tenni Európának, hogy szilárd kapcsolatokat építsen ki a származási és tranzit országokkal, amelyek kulcsfontosságúak a migrációs áramlás irányításában. Meg kell teremtenünk a feltételeket ezen országoknak, hogy lehetőséget tudjanak nyújtani az állampolgároknak, ahelyett, hogy arra kényszerítsük őket, hogy a földközi tengeri csempészek kezébe tegyék az életüket. Az épület második emelete a külső határok közös és robosztus kezelése lenne, amint azt nemrég láttuk Evroszban. Az európaiak és a Frontex nagyon gyorsan mozgósíthatnak külső határaink megúvása érdekében, különösen válság idején. Reméljük, hogy ez a paktum központi eleme lesz. A harmadik, talán legfontosabb emelet természetesen a szolidaritás és a tehermegosztás lenne. Hívhatjuk ezt egy új Dublinnak. Hogyan lehet kötelezni azokat a tagállamokat, amelyek megtagadták a menekültek fogadásának terhét és megosztását? Először is nem használnám a kötelesség szót. Évek óta dolgozom az európai politikában, és inkább a meggyőző, mint a kötelező kifejezést szeretem. Amikor ezt 2016-ban megpróbálták, Európa nem járt sikerrel. Ezúttal azt hiszem, valószínűleg jobb esélyünk van, mert az épület első és második emelete már fejlettebb. Kérhetünk szolidaritást, ha meg tudjuk győzni arról, hogy a felelősségvállalási elem is ott van, és így erősebb a külső dimenzió, hogy a határok ellenőrizhetők. Így jogunk van szolidaritást kérni. 2016-ban az első két emeletet még nem fejlesztették ki teljesen, tehát Európa nem bukhat el kétszer egy ilyen fontos kérdésben. Az EU költségvetését vagy a kohéziós alapokat fogja használni a meggyőzéshez? Hát ez egy külön vita. Tapasztalatom szerint nem segít, ha nehéz témákat keresztezünk. És úgy gondolom, hogy ezúttal felkészültebbek vagyunk. Nem lesz könnyű, de szerintem ezúttal több helye van az optimizmusnak. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.